A hamvazó szerda abból az ősi hagyományból ered, amely értelmében a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás. Az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára, annak emlékére, hogy porból vagyunk és porrá leszünk. A hamu egyszerre jelképezi tehát az elmúlást és a megtisztulást. Vőjt, az alamizsna és az ima, az a három lépés, amivel mi készülünk a húsvét megünneplésére, de egyben nekünk a húsvét, tehát Jézus föltámadásával, a földi életünkkel elérhető örök életre is irányul. Tehát ez veszi kezdetét a hamvazó szerdával. A bűnbánati felkészülés a 7. századtól vált szokásossá. Hamvazó szerdán az egyháza híveket az élet mulandóságára emlékezteti és bűnbánatra szólítja fel őket.